Živela Hrvatska! Horvát szurkolók Győr kellős közepén a megyeháza előtti téren csütörtökön este is százak szurkoltak itt az óriás kivetítő előtt kedvenceiknek. A kockásba öltözött fanatikusok végül csak részben örülhettek, mert csapatuk döntetlenre végzett Olaszországgal. Nem csak itt, de a részben elöntött Aranyparton is nagy siker az EB-terasz. Szinte minden este tele a plázs, eddig a drukkereknek és a vendéglátósoknak is igazi sikertörténet a kontinens viadal. Győr polgármestere nem igazán szorít egyik csapatért sem, de annak örül, hogy a sportos városban sokan követik az EB eseményeit. Örömteli számomra, hogy Győrben még mindig nagyon szeretik a labdarúgást. Ez egy sikersportág volt, jelenleg is egészen jól állunk a magyar viszonylatban. Öröm, hogy tele van az EB-terasz, és remélhetőleg ez így lesz továbbiakban is a mérkőzések során. Egy korábbi válogatott angol játékos Danny Mills szerint az Európa-bajnokság színvonala eddig minden várakozást felülmúl. Nem csoda, hogy Győrben is ennyien vannak az EB-teraszokon. Számítások szerint a foci sorozat azoknak is komoly nyereséget hoz, akik nagy képernyős tévén vagy óriás kivetítőn mutatják a meccseket. Egy-egy vendéglátósnak akár 30-40%-os forgalom növekedést is hozhat a július 1-én záruló foci dömping. Aztán pedig hamarosan jön a londoni olimpia, amikor így Győrben az önkormányzat is mobillelátókat és kivetítőt állít a városháza elé.